Óbecse község területén a romák társadalmi beilleszkedésére vonatkozó helyi cselekvési terv tervezetének nyilvános bemutatását pénteken tartották a községi képviselőtestület épületében. Ezt a stratégiai dokumentumot a 2019 és 2021 közötti időszakra állították össze, és célja a szegénység csökkentésének és a romákkal szembeni megkülönböztetés elleni küzdelem feltételeinek megteremtése. A tervezett intézkedések 5 prioritási terület fejlesztésére irányulnak: lakhatás, oktatás, egészségügy, szociális védelem és foglalkoztatás. Mindaz 5 problémának van még 1-től 5 intézkedése, amit majd foganatosítunk, hogy jobbá tegyük az életkörülményeiket. A helyi cselekvési tervnek valójában ez is az alapvető célja, hogy a romák életfeltételei javuljanak Óbecse község területén. A helyi cselekvési terv magában foglalja a költségvetés egy részének tervezetét is, melyben pontosan meghatározzák, hogy melyik problémára mennyi pénzeszközt kell tervezni. A pénz egy részét a helyi költségvetésből finanszírozzuk, egy része pedig az operatív terven keresztül valósul meg. A helyi cselekvési terv finanszírozására 106,5 millió dinárt láttak elő, ebből Óbecse község költségvetéséből 63,3 milliót különítettek el. A fennmaradt pénzösszeget pedig a magasabb szintű állami és adományozói alapokból biztosítják. A dokumentum előlátja, hogy 3 év alatt körülbelül 98 millió dinárra lesz szükség a lakhatás és a kommunális felszereltség javítására. A tervezett intézkedések a vagyoni és tulajdonjogi viszonyokra vonatkoznak a lakhatási kérdéseikkel kapcsolatban, valamint a kommunális felszereltséggel. Mi nem beszélhetünk roma településekről, mert nálunk nincs roma település, mi csupán utcákról beszélhetünk, melyekben többségben roma nemzetiségű ember él. A tervben szerepel ezeknek az utcáknak az útburkolat infrastruktúra felújítása és kommunális felszereltsége. Pontos számadatunk nincs arról, hogy hány háztartás létezik. Ezzel általában a terepen szoktunk szembesülni, mert nem mindegyikük hajlandó roma nemzetiségűnek vallani magát. A hivatalos statisztika szerint Óbecse községben 842 roma nemzetiségű ember él, közülük 50%-uknak nincs semmilyen végzettsége. Sokan még az általános iskolát sem fejezték be. Ezt a százalékot növelheti az a tény, hogy községünkben 1663 lakos roma nemzetiségűnek vallja magát. A helyi cselekvési tervet az Európai Unió által finanszírozott 2016-os IPA program keretében a Városok és Önkormányzatok állandó konferenciája által végrehajtott. Az EU támogatása a romák befogadására, a helyi közösségek felhatalmazása a romák befogadására program részeként dolgozták ki. Az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben az elmúlt héten első alkalommal szerveztek drámatábort, amelyen 20, 10 és 18 év közötti általános és középiskolás vett részt. Az 5 napos foglalkozás célja a fiatalok előadóvá nevelése, hogy minden más művészeti ág mellett megtanulhassák az önkifejezés módját. Elmondhatom, hogy úgynevezett kísérleti programról van szó. Első ízben szervezünk tábort szavalóknak és színészeknek. Kíváncsiak voltunk arra, hogy van-e rá érdeklődő, és hogy a gyerekeket a nyári szünetben is lehet-e foglalkoztatni ilyen téren. Mi úgy érezzük, hogy sikerült. 20 fiatal általános és középiskolás tölti ezt a hetet a kultúrkörben. Naponta 6 órás képzésen vesznek részt, között egy ebédszünettel. A tábor szakmai vezetője Rókus Zoltán fiatal színművész volt, aki a nagyobbakkal foglalkozott. Az Újvidéki Művészeti Akadémia színész hallgatója, Magyar Zsófia pedig a kisebb gyermekeket vette pártfogásba. 10 és 18 év közötti gyerekekkel foglalkozunk, vagy már kissé idősebbekkel, fiatalokkal. Én a 10 és 13 év közötti fiatalokkal foglalkozom. Ez egy versmondó és drámatábor, ahol hát legfőképpen versekkel foglalkozunk, de én az első pár napban játszottam drámai játékokat is a gyerekekkel, hogy kicsit ezekkel is megismerkedjenek, ami a koncentrációt illeti, vagy hogy ne féljenek egymás szemébe nézni, mert ez az elsődleges, amit itt megtanulnak, vagy amit elsajátítanak.
és a versek köré építettem az egészet. Próbáltam nem csak egyszerűen a versmondásra figyelni, hanem kicsit helyzetbe hozni ezeket a verseket, hogy ne csak abból álljon, hogy valaki feláll és elmond egy verset, hanem egy kicsit az ő világukat belevittem ebbe az egészbe, a játékosságot, vagy hogy hogyan figyelnek egymásra. Az ötnapos táborban résztvevő gyerekek nagyon lelkesek voltak és örültek a drámatábornak, ahol elmondásuk szerint nagyon jól érezték magukat, sok barátot szereztek és nagyon sok mindent megtanultak. Ez a tábor nekem nagyon tetszik. Anyukám látta a Facebookon, hogy van ilyen, és bejelentett. Elsőre nagyon érdekes volt, aztán megszerettem, mert nagyon sok barátot szereztem, meg szünetetben nagyon sok mindent csinálunk. Tanulunk itt sok mindent, meg hasonló dolgok. Régóta, elsős korom óta verseket mondok és tanulok, megyek versenyekre. Én azért jelentkeztem ebbe a táborba, mert nagyon szeretek szavalni és színészkedni, és Zsófival, a tanárnőnkkel ezt nagyon jól meg is tudtuk csinálni, ő nagyon kedves, és nagyon jó együtt tud velünk működni, és nagyon örülök, hogy itt lehettem. Nekem ez a tábor nagyon-nagyon tetszik, és én nekem először fura volt a tábor, és utána már nagyon-nagyon jó, és nem akarom, hogy vége legyen, mert itt nagyon sokat játszunk, meg így tanulunk, és nagyon jó ez a kis előadás, amit csinálunk együtt. Azért vállalkoztam erre a táborra, hiszen láttam, hogy ez egy nagyon érdekes tábor lehet, színészettel foglalkoznak, és engem egy picit vonz a színészet már régóta, és a versmondással is szeretek foglalkozni, és ezért jelentkeztem, hiszen tudtam, hogy itt olyan emberekkel csináljuk ezt, akik már ebben jártassak, és akkor tudtam, hogy jelentkeznem kell. A tábor gála műsorát szombaton tartották meg a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben, melyen a kis és a nagy csoport is fél-fél órás előadásban mutatta be mindazt, amit az öt nap alatt megtanult. A drámatábort a Budapesti Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta, az Eötvös Loránd Tudományegyetem közreműködésével. Az Óbecsei Népkönyvtár által szervezett második zenei tábor ebben az évben több mint 80, 3-tól 15 éves gyermeket vonzott, akiknek lehetősége nyílt a 10 nap alatt megtanulni a zenekarban való játék alapjait hivatásos zenészek segítségével csoportmunkában. A tábor ingyenes, ahol a gyerekek hegedűn, dobokon, gitáron, basszusgitáron és billentyűs hangszeren tanulnak játszani, valamint énekelni is pop és rock zene számokat. A zenei tábor azért lett kitalálva, hogy a gyerekeknek lehetősége nyíljon kipróbálni olyan hangszereket is, amelyek nincsenek a mi zeneiskolánkban, mint például a basszusgitár vagy az elektromos gitár, illetve a dobok, és hogy populáris zenét tanuljanak, ami hozzájuk a legközelebb áll, amit a legtöbbet hallgatnak, és ami a legfontosabb, hogy megtanuljanak együttesben játszani. Ami idéntől újdonság, az a zenei műhely munka a legkisebbek számára, 3-tól 7 éves korig. Tematikus műhelymunkát találtunk ki, indiánok témával. Úgyhogy a gyerekekkel dalokat, ritmikus gyakorlatokat gyakorlunk, hangszereket készítünk, tehát mindent, ami kötődik az indiánokhoz. Az elkészült munkákat a záróünnepségen be is fogjuk mutatni. Idén az előadók Dragan Volkov csóka, dobok, Lovas Imre és Vladimir Gurjanov gitár, Marko Bujkov basszusgitár, Tol Gyula hegedű, Natasa Kátić Radoszávjevics poprokének, Lovas Gyianta billentyűs hangszerek, a legkisebbek részére pedig Kádas Melinda tart zenei műhely munkát. Az ő lehetőségükhöz mérten megtanulnak majd néhány dalt eljátszani. Egyelőre még csak keressük a megfelelő dalokat a számukra. Persze mindenki megkapja majd a tudásához mérten a megfelelő dalt és a megfelelő szerepet az együttesben. Minden zenei oktatás bármilyen formában mindenképpen sokat jelent. Mondhatjuk azt is, hogy ez egy lehetőség arra, hogy új óbecsei együttesek alakuljanak. Most itt megismerkednek, aztán ki tudja, lehet, hogy majd egy napon valamit létre is hoznak.
Egy kicsit másfajta zenéken dolgozunk. Ezek pop-rock dalok, amit a gyerekek szeretnek. Mi tulajdonképpen elültetjük bennük a magokat, amivel ők aztán rendelkezhetnek. Mi segítünk az ápolásban, aztán ebből majd lehet, hogy zenészekké fognak fejlődni. Minden gyermek, aki reproduktív hallással rendelkezik és van hangszíne, megtalálhatja magát valamely zenei formában az élete során. A tábor résztvevői a jövő pinteken, augusztus 30-án közös koncertet adnak a Zserbó cukrászdában, este 7:30-tól. Minden érdeklődő eljöhet, hogy megnézze és meghallja, hogyan zenélnek polgártársaink. Így még az is lehet, hogy jövőre ők maguk is bekapcsolódnak, és részesei lesznek a Népkönyvtár programjának.